Holnaptól veszi kezdetét egy egészen különleges kiállítás az Országos Széchenyi Könyvtárban, de mi már most betekinthetünk a kulisszák mögé. A címe a kiállításnak az idő arcai, és hogy mit is takar egészen pontosan, megtudjuk Illés Pétertől és az ő vendégétől. Szervusz, jó reggelt kívánok! Igen, páratlan időutazásra hívja a látogatókat az Országos Széchenyi Könyvtár. Szervusz Tamás, jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. A kiállítás a látogatók előtt április 12-én nyitja meg a kapuit, úgyhogy mi egy kis betekintést engedünk, egy kis prequelt, ha szabad így fogalmazom. Megmutatjuk a kulisszákat, és a kiállítással jellemző az innováció és a családbarátság, és ahogy a szervezők fogalmaznak, az antik és keresztény kultúra időfelfogását állítják a középpontba, az idő három aspektusát mutatja be. Varga Bernadettel, a régi nyomtatványoktár osztályvezetője, valamint a kiállítás társkurátorát kérdezem. Jó reggelt kívánok, ez itt Csokolom. No hát akkor ne vesztegessük az időnket, stílusosan. Mi ez a három aspektus? Ugye az idővel foglalkozni az egy nagyon hosszú és bonyolult feladat az emberiség számára már régóta, úgyhogy mi próbáltuk viszonylag leegyszerűsíteni, de nem teljesen leegyszerűsíteni ezt a témát, hogy minél nagyobb látogatóközönség számára megragadható legyen ez a bonyolult filozófiai, fizikai fogalom. Úgyhogy három formában rendeztük el a kiállításnak az anyagát. A lineáris időt ragadja meg az első terem, ami gyakorlatilag azt fejezi ki, hogy az idő valahonnan elindult, valahova tart, tehát a múlt, jelen, jövő hármasságával lehet ezt jellemezni. Ez az első aspektusa az időnek. Aztán a következő, az pedig a ciklikus idő. Pont amit itt operatőr kollégám mutat, ez egy interaktív tálat, nem a televízió, hanem a mellette levő. Ez mit mutat meg a kedves látogató? Igen, itt kipróbálhatja magát a látogató, hogy hogyan válna be 16. századi asztronómus asztrológusként, és egyúttal azt is megtudhatják itt a kedves Harry Potter rajongók, hogy a Caput Draconis kifejezés mit jelentett a 16. században. Szóval a következő aspektusa az időnek, amit szeretnénk bemutatni, ez a ciklikusság. Ugye az embernek lehetősége van, ha nem is pont ugyanúgy egyformán, de újra és újra megélni az évnek a körforgását, az ünnepeknek a körforgását, ezen kívül a heteknek és a napoknak a körforgását. És ahogy itt látszik talán a felvételekből is, a kiállításnak a térszerkezete is ezekre az időformákra válaszol, vagy reagál. Az kiderül egyébként a kiállításból, hogy elődeink hogyan gondolkodtak mondjuk a nagyobb ünnepekre, vagy a hétköznapokra, és mennyiben változott meg a mostani és a régi embernek a gondolkodása? Igen, ez a kiállításunknak az egyik központi kérdése. Ugye ma még a modern társadalom az óraorientált időfelfogásban él, addig a hagyományos társadalom feladatorientált időfelfogásban létezett, és ugye azt jelenti ez a feladatorientáltság, hogy az adott munkákhoz igazították az életritmusukat, illetve a természetnek a változásához igazodtak ezek a munkák, meg a napszakoknak a változásához, és az élet, vagy az idő érzékelésüket is ugye ez határozta meg, úgyhogy egyrészt ez, másrészt pedig az egyházi események és az egyházi ünnepek voltak azok, amik meghatározták ebben a fajta társadalomban élő embernek a mindennapjait, és az ünnepek éppen ezért alkalmazkodtak ehhez a feladatorientáltsághoz, ugye majd aki eljön és megnézi a kiállítást, vagy aki ennek utána olvas, az láthatja, hogy leginkább ugye tavasztól őszig rendezték meg ezeket az ünnepeket pontosan a nagy munkákhoz igazítva. Itt mellettünk egy órát látni, és ha már az órát említette, akkor a korai társadalom jellemző volt az, hogy ők felgyorsult világban éltek, vagy pedig ők is kapkodtak, mint a mai 21. századi ember, vagy pedig ők ezt nem érzékelték? Hát ugye a kiállításban látható több híres embernek az igen telezsúfolt határidő naplója, azt nem árulom el, hogy kiké majd legyen meglepetés. Ugyanakkor a kiállítás éppen ezért használ két vezető figurát, Kronoszt és Kairoszt, akik már az antikvitásban is az időfogalommal kapcsolódtak össze. Ugye Kronosz az idő istenség, aki a hömpölygő időt képviseli, aki, hogyha nem vigyázzunk, felfalja az életünket, és Kronosz pedig az a megragadható lehetőség, akin keresztül, vagy aminek a megragadásán keresztül, a pillanat megragadásán keresztül kiléphetünk ebből a zsúfolt időből. Egyébként az időérzékelés változása, hogy a feladatorientáltból az óraorientált idő felfogásba ment át így a
modern társadalom azért változott abban az értelemben, hogy sokkal jobban be vagyunk most szorítva ezek közé, a keretek közé. És a kiállításnak az utolsó pontja, az pont, ahol most vagyunk, most vagyunk, a pontszerű idő. Ahol egyébként látszik az Idő arcai című. Igen, ez a logónk, az Idő arcai, és itt látható Kairos, aki ugye suhan, ott vannak a szárnyak a lábán, borotva van a kezében, és csak elől van haja, hátul pedig kopasz. Hogyha nem időben ragadjuk meg, mikor közeledik hozzánk azt a kis üstökét, akkor hátulról már nem lehet megfogni. Akár a mai korgyermek is lehetne a frizurát tekintve. Milyen interaktív elemek segítik a kiállítást? Ugye ez is egy nagyon vékony ég ilyen szempontból, hogy azt szerettük volna, hogy a látogatók Kairosznak az üzenetét fedezhessék fel a kiállításban, hogy lassan siess, és ehhez nagyon sok interaktív elem használata olyan kettős lett volna talán, azt hiszem, ugyanakkor mégis látható a kiállításban virtuális jóskönyv, látható az előbb mutatott 16. századi csillagászati eszköz, ami azért is nagyon érdekes, mert ez a 16. századi interaktivitásba is bepillantást enged, hogy akkor hogyan hoztak létre egy ilyen, egyébként az eredetileg papírból készült, és az a csodálatosan szép könyv is kire szállítva, amiből azt kivettük, tehát hogy hogyan hoztak létre egy ilyen interaktív eszközt akkor. Varga Bernadett, nagyon köszönjük, hogy megmutatta a kulisszatitkokat és elárult ennyi minden dolgot. A kiállítás tehát április 12-től nyitja meg a kapuit, és a krónikák, képek, valamint a kalendáriumok mellett számtalan interaktív kiállítás is várja akár a gyermekeket és a felnőtteket. Látogassanak el minél többen ide az Országos Széchenyi Könyvtárba, az UA stúdiói. Péter, köszönjük szépen!